Térkövet gyártanak a közmunkások Csikóstöttösön. A település vezetése 2016-ban pályázott Start munkaprogramra. Ennek köszönhetően folyamatosan szüntetik meg a megrongálódott utakat, a járdákat már több utcában az itt gyártott térkövekre cserélték, mondja Pintér Szilárd polgármester. Ez az üzem havonta 8-10 ezer térkő elkészítésére alkalmas, 50-60 ezer térkövet tudunk legyártani, amit már számokkal alá is tudok támasztani, hiszen 16-17-ben ez a produktum meg is volt. A község az utóbbi 5 évben a turizmus fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet. Az elmúlt időszakban nem csak a Pajta Színház vonza az ide látogatókat, 2013-ban újabb pályázatnak köszönhetően a Faluszépítő Horgász Egyesület az Üdülő övezetben 1 hektár halastavat épített, melyhez egy vendégházat is kialakítottak konyhával, szociális helyiségekkel, melyet júniusban adnak át a közönségnek. 2016-ban egy komplex turisztikai pályázat révén nyílt lehetőség további fejlesztésekre a településen. Ez a komplex fejlesztés 3 elemet tartalmazott. Egy parasztházat vásároltunk, amit eredeti állapotban szeretnénk visszaállítani. Ez lenne a hagyományok háza. Az üdülővezete a tóhoz kapcsolódna, és ahhoz kapcsolódna, hogy elkészült a szociális blokk és egy bemutató tér is. Itt lenne a vizek világa, és ami nagyon fontos, hogy már évek óta készen van a kilátónk, amihez egy Kneipp taposó tartozik. A kilátott kültéri sporteszközökkel és gyógynövényes bemutató kerttel bővítik még a nyáron. A Kaposszegcsővel és Dombóvárral összeköttetésben kiépített kerékpárút miatt is fontos a turisztikai fejlesztés, hogy minél több embert ide vonzanak, teszi hozzá a polgármester. A hagyományok háza várhatóan szeptember elején nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt.